Sziasztok! Itt jövünk a Tisza és a Sajó közös árterén, és megnézzük, milyen a szúnyog helyzet itt az ártéren. Meg persze találunk egy-két olyan nagyobb tócsát, sarat, akármit, amin egy kicsit tesztelhetjük a gépjárművet. Szúnyogokról csak ennyit. Szóval a szúnyog helyzet az nagyon durva, és amit az előbb itt mutattam, ott már tavaly elakadtam, onnan traktor húzott ki, de most talán nincs annyira felázva, hát aztán majd meglátjuk. Hát ugyanígy nézett ki, és a keményebb része felült elől hátul a tengely, hogy megpróbáltam jól megrúgni a gépet. Jaj, ennek nem merek neki menni. Mert baromi mélyen fel lehet, hogy mutassam neki, itt, meg itt. Hetek óta áll a víz benne. Nem merek neki menni. Itt a közepe talán nincs úgy megszáradva, hogy felüljön a híd, de ha valahol mégis, akkor a szívás lenne. Nem merek. Pirek, nem tudom, neki mernétek-e, nem, beszari vagyok, mert egyedül vagyok, aztán oda előre meg ki se tudom sehova csörlőzni a kocsit, vagy kikötni a csörlőt. Lehet, hogy jobb megfutamodni. Kicsit itt megpróbálom megnézni, hogy mennyire gáz, de látjátok már itt az elején is, csak ugye elforog a kerék. Úgyhogy szégyen a megfutamodás, de hasznos ebbe az esetbe. És reméljük, ki tudunk menni. Kicsit megforgatjuk a kerekeket, de ezt megpróbálom felvenni nektek kintről. Yeah. Hát itt két dolog a tanúság kb. Az egyik, hogy jó, hogy nem akartam beleugrani ebbe a tócsába. A másik meg, hogy volt egy korábbi videóm, hogy ugye lecseréltem ezeket a kajmán mintás gumikat, sokkal, hogy mondjam, épített útbarátabb, aszfaltbarátabb matterén gumikra, és eddig nem nagyon éreztem a diffit, de itt ebből a kajmán azért gyorsabban kivágta volna magát, az tuti. Mindegy, ez van. Azért örülök, hogy kijöttem, nem maradtam ott, kurva sok szúnyog van.
azért itt húztuk a hidat a alján, ez szép. Kinyírnak a szúnyogok. Egyébként nem lenne ennyi szúnyog, annyira király a 35 fokos kánikulák után ez a friss eső, meg tök jó hűvös van itt, csak hát nem lehet megmaradni, de többször nem mondom el ezeknek a szárnyasoknak a nevét, mert a múltkoriban a gyakorlatilag volt a kedvenc szavam, na most aztán a szúnyogok. Legosan. Egyébként a diffizár az meg úgy tűnik, hogy jól működik, ha ki is fog kapcsolni, és kikapcsol. És bekapcsol. Bekapcsolni és bekapcsol. Úgyhogy az viszont tényleg sikerült megoldani. Valószínűleg annyi volt a gond tényleg, hogy nem nagyon volt használva a kocsi. Ugye, de szuper lett. Hát itt már kiértünk, itt ilyen betonosabb már az alja az útnak, úgyhogy félből is kiveszem. Szuper kis kirándulás volt.